Ismét Benjamin Netanyahut, a jobboldali Likud párt elnökét kérte fel a kormányalakításra az izraeli államfő. Reuven Rivlin elnök azután közölte döntését, hogy hétfőn megbeszélést tartott a parlamenti frakciók képviselőivel. A kijelölt miniszterelnök 28 napot kap rá, hogy felállítsa kabinetét. Az ajánlások száma alapján arra jutottam, hogy Benjamin Netanyahunak valamivel nagyobb az esélye a kormányalakításra, mint másnak. Ezért úgy döntöttem, hogy őt bízom meg, jelentette be az államfő, aki arra is kitért, hogy a törvény szerint olyas valaki is betölthet kormányfői posztot, aki büntetőperben vádlott. Netanyahu ellen egyszerre három külön ügyben folyik bírósági per, hivatali visszaéléssel, csalással és vesztegetéssel vádolják, ő azonban ártatlannak mondja magát. Az elnöknek nem volt más választása, de akkor is szégyen gyalázat Netanyahura bízni a kormányzást, mert ez rossz fényt vet a törvénytisztelő Izraelre, posztolta ki véleményét a választásokon második helyen végzett ellenzéki Yesh Atid párt vezetője. Netanyahu ellen hetek óta izraeliek százezrei tüntetnek, a korrupcióval vádolt politikus azonnali lemondását követelve.